Marian Löpent, a francia nemzeti tömörülés elnökét a jövő évi franciaországi elnökválasztás egyik legnépszerűbb jelöltjét fogadta. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Karmelit a kolostorban. Mindketten ellenzik, hogy európai szuperállam jöjjön létre. Azt mondta Orbán Viktor a találkozó után, hogy az Európai Unióban soha nem volt még olyan erős az ideológiai nyomásgyakorlás, mint most. Nem tudta megoldani az unióra nehezedő migrációs nyomást. Az Európai Unió előtt álló kihívásokról tárgyalt Orbán Viktor Manil Pennel, a Nemzeti Tömörülés elnökével a Karmelita Kolostorban. Orbán Viktor a találkozó után azt mondta, szomorúan állapították meg, hogy az Európai Uniós ideológiai nyomásgyakorlás soha nem látott méreteket öltött, és a bizottsága szerződések őréből ideológiai központtá alakult át. A kormányfő úgy fogalmazott, a Brezhnev doktrínának a modernizált Európai Uniós formáját látják most. Mi ismerjük azokat a hatalmi központokat, amelyek nem ismerik el a plurális ideológiai és véleményszabadságot, hanem egy ideológiai keretbe akarnak bennünket beleerőszakolni, és ha kitérünk belőle, akkor följogosítva érzik magukat arra, hogy beavatkozzanak. Kétségkívül nem mindegy, hogy mi a beavatkozás formája. A szovjet tankokkal történő beavatkozás sokkal brutálisabb, mint a jogállamisági eljárás. De ettől még beavatkozás marad. Magyarország a migráció kérdésében sikeresen védte meg magát és kultúráját, fogalmazott Marine Le Pen. A pártelnök kiemelte, a nemzeteknek joguk van alkotmányos identitásukhoz. Az Európai Unió csak olyan jogköröket gyakorolhat, amelyeket a tagállamok a közösségre átruháztak. A migrációt megfelelően kell kezelni. Nem lehet megengedni, hogy a bevándorlás kérdését fel lehessen használni a tagállamok ellen. Az európai népeknek kell eldönteniük, hogy ki jöhet be ide. A magyaroknak azt üzenem, tartsanak ki, mondta Marine Le A francia politikus a magyar kormány családtámogatási politikáját is méltatta. A közös munkáról pedig azt mondta, a nemzetek Európáját erősítik és együtt akarnak működni Magyarországgal. Orbán Viktor ennek kapcsán úgy fogalmazott, átalakulóban van az európai pártszintér, és kifutott a talaj azok alól a pártszövetségek alól, amelyek az elmúlt 30-40 évben létrejöttek.